A babfőző fesztiválról, illetve a gazdanapról láthatnak Ács Tibor tollából egy hosszabb összefoglalót. Lássuk! Pócs János és családjának gazdafarmjára érkezőket eső fogadta július 1-én Jászapátin. Így a tűzoltók is nyugodtan érkezhettek autóikkal a helyszínre, hogy részt vegyenek a nagy színpadon tartandó megnyitón, ahová dr. Réz Lórán vezetésével a Jászapáti Városi Vegyeskar csalogatta a sorban érkező vendégeket. A vegyeskar után a nap műsorvezetője, ifjú Hubay Imre kezdte meg munkáját, és elsőként a házigazdának adta át a mikrofon. Nem azért jöttünk el, mert otthon nem lenne jobb dolgunk, vagy nem azért jöttünk el, mert olyan jó kirándulni való idő van. Azért jöttünk el, azért vagyunk együtt, mert megfogadtuk, hogy a mai napon együtt leszünk, és sem időjárás, sem semmi egyéb már tényező nem tudja a kedvünket szegni. Pócs János mellett a kisváros polgármestere is abban bízott, hogyha egy kicsit később is, de a nap biztos sütni fog minden résztvevőre. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm még egyszer önöket, és örülök, hogy itt vannak, meglátják, ki fog sütni a nap, és amikor az ebédre kerül sor, valamikor délután 3 óra kerül, akkor már jó időben tudjuk ezt élvezni. Obrezán Ferenc, a magas főtitkár pedig azt fejtette ki beszédében, hogy milyen fontos a kézi kaszálás bemutatásával a régi emlékek felidézése. Az emlékek felidézésével ezeket a szaradási emlékeket próbálják újra előhozni, újra felelevinníteni. Köszönetem mindenki. Köszönet mindazoknak, akik Jászapátin és az ország minden pontján a régi hagyományokat elevenítik fel. Ez szükséges, és folytatnunk kell, mert a nemzetünk, népünk fennmaradásának a feltétele. A Jászkun főkapitány szerint is fontos a hagyományok őrzése, és ebben semmi sem gátolhatja a magyar embert, még az eső sem. A mai napon a hagyományokat ünnepeljük, a közösségünket, hogy itt vagyunk, és azt gondolom, hogy ez a kis eső nem okoz problémát nekünk. Gondoljunk csak bele, hogy történelmi nagy sorsfordító napjainkon milyen időjárás volt. Számos olyan volt, amikor hideg eső verte a közönséget, és mégis itt voltunk, mégis együtt voltunk. Borbás Ferenc, Jászkun főkapitány köszöntője után Pálszabó Mihály, a gasztronómia lovagja, a főzőverseny zsűri elnöke, a bab és a birkafőző csapatok figyelmét hívta fel a pörkölt készítés fontosabb elemeire. Majd miután Tajti Zsolt a helyi tűzoltóság részéről megadta a tűzgyújtási engedélyt, a főzőverseny résztvevői munkához láthattak. Mészáros József és csapata Jászberényből érkezett Jászapátira. Szívesen tettek eleget a meghívásnak, hiszen baráti társaságoknak mindig jó hangulata van egy-egy főzőversenyen. Jászapáti polgárőrei közül, akik éppen nem dolgoztak, fakan alatt fogtak. Mert, mint Serényi Gábor titkár elmondta, ők mindig azt csinálják, ami éppen kell. Vigyáznak a lakosságra, és ha idejük van, akár főznek is. A lisztérzékenyekre is gondoltak a főzőversenyen, hiszen Bolyós Ágika olyan fűszereket rakott a babgulyásba, amit ők is fogyaszthatnak. A babfőzéssel egy időben birkafőző verseny is zajlott, ahol nagyon sok csapat saját felhozatalából állította össze a menüt. Eleve a birka is saját, mert én neveltem a birkát Jászhiványon, ott dolgozom, és a fűszerek is Jászhiványon, a paprika, fokhagyma, hát a bors nem, de az többi mindaz saját. Tajti Miklós mellett közvetlen egyik jászhiványi tanítványa forgatta a bográcsot, aki szintén egy jászapáti csapatot képviselt. Úgy tudom, hogy a tanítványa mesterétől tanul, de gondolom, hogy valamennyit változtattál, ugye? Igen. Annyi, hogy én rakok bele babéllevelet.
És ez olyan babillevél, hogy Horvátországból én szedtem a fára. És még van belőle egy pár. És én azt teszem bele, még pluszba. Van még valami különlegesség? Nincs. Annyi, hogy beletesszük lelkünket, szívünket, minden. És a társaság mekkora, akik el fogják fogyasztani? Szerintem egy 15-20 ember biztos lesz. Máskor is szoktorok versenyezni, vagy ez különleges alkalom? Én mindig. Én tavaly is Jászíványon a falunapon, meg majdnem minden évben ott vagyok a dobogó. Tavaly is második lettem, tavaly előtt harmadik, de mindig ott vagyok fent. Hasonlóan a rendezőváros csapataihoz, az újszásziak is mindent a saját háztartásukból tettek a bográsba. Ez annyira újszászia, ahogy a hagyma, ahogy a paprika ott termett, ahogy a én saját birkám, báránytól a 3,5 éves növendékig. Tehát ez minden miénk. Természetesen a főzés több órát vett igénybe. Így az idén 80 éves évfordulójukat ünneplő tűzoltókat kerestük fel. Mint megtudtuk a Jászságban, nagyon sok önkéntes tűzoltó tevékenykedik. Hát az északi részt nézzük, Tiszafüred környékén, ott nagyon kevés van. Nagyon kevés. Délen is nagyon kevés van, tehát a Jászság adja a megye önkéntes tűzoltó egyesületeinek a durván 75-80%-át. Mivel a bemutató elmaradt, egy nagyon régi, úgynevezett kézi vízágyút láthattunk, amit fel kellett tölteni vízzel, és már is működött. Arra jó, hogy ugye nekünk, mint Apáti Ötének vannak utánpótlásként gyerekek is, és tegnap, amikor kivittem a szertárhoz, nagy örömmel nézegették és próbálták, mint újdonságot, meg ugye ők is érdeklődnek a hagyomány őrző meg a múlt után. Kézzel kellett tekerni a kilövő szerkezetet, és a vízsugár akár 8 méterre is eljutott. Természetesen a mai felszerelés ehhez képest már nagyon modernnek mondható. Jászapátinak egy Steyr kocsira szerelt tűzoltóautója van, komplett felszereléssel és a hozzátartozó legénységgel. Az esős idő miatt az aratóverseny is elmaradt ugyan, de egy bemutatót láthattunk a Fülöp család részéről. Legfontosabb a kasza fenése a munka előtt, ami nagy szakértelmet igényel. Előrefelé kell húzni, ugye akkor arra fog állni a éle. Először arra kell vigyázni, vágjuk el a kezünket. Aztán vannak, akik szépen itt ballagnak, utána az ujjukkal úgy fennek. Vannak, akik közben beszélnek, nem figyelnek oda. Vannak, akik lapjára fennek, én nekem élére fenés az jobban tetszik. A fülöpszülők megtanították a gyerekeket is az ősi mesterségre. 2 éve volt itt a hátam mögötti táblán arató verseny. Ott kaszáltunk először, akkor én kaszáltam és a 2 fiam. Feleségem akkor nem kaszált, mert éppen a 4. gyerekünket várta. Gondolom, hogy a hölgynek az a szerepe, hogy a markot szedjen, nem tudom, jól fejezem ki magam. Igen, marokszedés. És hogyan gyakoroltak? Hát tegnap este gyakoroltak először a Herefőnön, utána meg kimentek a Búzaföldre is gyakorolni. Nehéz volt megtanulni? Hát egy kicsit nehéz, igen. Hát ezt az ősienk ugye mindig gyakorolták, meg hát egész kiskortól kellett nekik csinálni, és ők ugye egész kiskortól meg tudták tanulni, de nekünk már nem nagyon van olyan, aki megmutatja, tehát inkább ilyen baj van, hogy az idősektől nincsen megtanulnunk. Azt látjuk, hogy a te családod itt van, és mondtad, hogy gyakorolják, és szerinted Apátin vannak többen a fiatalok, akik megpróbálják átvenni ezt az idősebbektől? Hát nem vagyok benne biztos, hogy sokan vannak. Ugye, hogyha lennének, akkor ők is itt lennének. Ez az egyik probléma. Hát próbáljuk a hagyományokat őrizni gyerekeknek, egy kis magyarságot, vagy helybe levő dolgokat beléjük önteni, hogy szélesedjen a látókörük. A kaszálás után a Fülöp család jutalomban is részesült a nagy színpadon. És kérem, engedjék meg, hogy polgármester úrral egy nagy családot, egy nagy ajándékcsomaggal köszöntsünk a mai napon, és kérjük, hogy mindig maradjanak meg ilyen szép nagy családnak. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, Rozika, és a Fülöp család minden tagja. Köszönjük szépen! A gazdakör elnöke szerint főleg a hagyományőrzés a célja az aratóversenyek megtartásának. De fontos, hogy a fiatalok is tudják, hogy milyen nehéz fizikai munka volt ez annak idején.
fontos része pedig ennek a rendezvénynek, hogy megmutatjuk a kézi aratásnak a művészetét, mert lehet annak nevezni, hogy a komoly fizikai erőt igényel, meg szaktudást, meg ügyességet, meg legfőképpen kitartást, szorgalmat ez a művelet, és hát a fiataljaink azok ezt csak hallomásból, vagy fotóról, filmről tudják ezt valahogyan megismerni, és itt módjuk van személyesen, tehát megtapasztalni, kijönni, és gyakorlatban élő kivitelben is ezt meglátni, megszemlélni. Mi ezt tartjuk legfontosabb értékének ezen rendezvényeinknek, és ezért kerül minden évben erre sor, hogy aratónapot tartunk. Nem csak kézi aratást láthattunk a rendezvényen, hanem egy ősrégi cséplőgép is működésbe lépett. Ezt a gépet a kisparaszti gazdaságoknak fejlesztették ki, mivel csak 24 szó széles a cséplődobja, így egy pár kis holdas gazdárnak meggyőzte a gazdaságát a kicsépléssel, aratással. Magára a gépre körülbelül 4 éve tettem szert, cseh országból került hozzám. A felújítása nem sokból tartott. A felső színpad része, amit láthatunk, ez a szép részeket, ezek most készültek el a héten, a többi részét pedig saját kezűleg végeztem a felújítását egy jó 2 év alatt. Tegnap volt az első száraz próbája, amikor kipróbáltuk gabona cséplése, és majd is szeretnénk kipróbálni újra. Később, amikor a nap kisütött, Farkas László be is mutatta, hogy őseink hogyan dolgoztak egy cséplőgéppel. Természetesen a meghajtást végző szerkezet is veterángép volt, nevezetesen egy 1954-ben gyártott Steyr traktor. Közeledve az ebédidőhöz a színpadon, jó ebédhez szólt a nóta. A magyar nóták előadója Struhala József volt János Hidáról, Tóth Mácsai Árpád pedig Jászladányról. A nóta énekeseket Fehér Endre és népi zenekara kísérte. A magyar nótákat ma is slágerek váltották. A jelenlévőket Takács Nikolász, az X-faktorban megismert énekes szórakoztatta. A délutáni órákban dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter is megérkezett, és meglátogatta a főzőverseny résztvevőit is. Kilopok belőle egy palatta. Ez úgy van csinálva, hogy kell, nem úgy, hogy így csinálják. A miniszter úr üdvözölte és dicsérte a magas színvonalú rendezvényt. Ugye én szeretnék gratulálni Pócs János országgyűlési képviselő úrnak, a Jászapáti gazdakörnek, a Jászapáti önkormányzatnak, és hiszen városnapról is van szó, hogy ezt a rendezvényt nagyon magas színvonalon mi évről évre megrendezik, és tényleg igazán jó hangulatban telik, mutatja azt, hogy nekünk szükségünk van erre. A mi vidéki életformánk, amivel nem kell szégyenkeznünk, annak egy értéke, annak egy része az aratónap, azok a közösségi alkalmak, amelyeknél tényleg tudunk beszélgetni, találkozni, rokonok, jó barátok, gazdatársak tudnak eszmét cserélni, vitatkozni és finom ételeket fogyasztani, finom italokkal kocintani. 15 óra környékén közeledett a főzőverseny eredmény hirdetése. Az újszászi csapat természetesen győzni jött Jászapátira. És számít az, hogy a mai napon hányadikok lesztek, vagy a részvétel a fontos, mint a sportban is szoktuk mondani? Csak a győzelemre számít, itt nincs más. Hát vagy győzünk, vagy zárjátok le a kamerát, vagy menjen mindenki haza, de miért győzni kell, hát nincs mese. Meglátjuk a végén, köszönjük szépen. Köszönöm szépen, szia, szia. Az eredményhirdetés a nagy színpadon zajlott, ahol Pál Szabó Mihály, a főzőverseny zsűri elnöke ismertette a végeredményt. A BAF főzőverseny első helyezettje, a helyiek nagy örömére, a Paszújkák csapata lett Jászapátiról, akik 150 ezer forint értékű vásárlási utalvánnyal lettek gazdagabbak. Én felvágtam a fát meg a húst, illetve mai nap közösen megfőztük Jani barátommal. És a Jani barátod mit csinál? Én meg összevágtam a hagymát, meg előkészítettem. Gondoltátok-e azt, hogy esetleg ma díjat kaptok át? Igen, gondoltuk.
teljes mértékig úgy jöttünk ide ki, hogy valószínű, hogy nyerni fogunk. Nem biztos, hogy első ilyen, de reménykedtünk volna, hogy első háromban benne leszünk, mert különleges recept alapján csináltuk az egészet, úgyhogy... Ebből a különleges receptből most már díjazottak vagytok, elsők vagytok, el lehet árulni valamit a különlegességből? Hát három titkos recept, három összetevője van végül is, a vargányagomba van még hozzá, marhahús és a bab. Dr. Fazekas Sándor miniszter úr külön díját pedig a Mr. Bean csapatának képviselője vehette át. A birkafőzők versenyét a Jász Szent Andrásiak nyerték, amelynek díját Banka Béla vette át a nagy színpadon. Ez egy megszokott csapat, nekünk van egy csapatunk, a Jász Böllérek csapata, akivel az Abászalóki Böllér Fesztiválon minden évben részt veszünk, és ott mindig az első 2-3 helyezetben benne vagyunk. Most onnan is két barátom itt volt velem, akik a főszerezésben, a felkészítésben, mindenben segítettek, tehát ez egy csapatmunka volt. A miniszter úr külön díját ebben a kategóriában Törőcsik Ignác vehette át. Az eredmény hirdetés után a színpadon az Apostol együttes kezdett el készülődni. Így Buk Viktorra terelődött a figyelem a Gazda Farmal szemközti oldalon. A Berényi gazdálkodó ezúttal is magas színvonalú műsorral érkezett. A humorral gazdagított korbás forgatása nagy sikert aratott Jász Apátin is. Megtaláltam még! Megtaláltam! Késő délután a térség országgyűlési képviselője, a nap házigazdája a reggeli esővel együtt is sikeresnek ítélte a július 1-én tartott rendezvényt. Bár a megnyitáskor még esett, vagy szakadt az eső, mégis mindenki itt volt. Mindenki felvonult esőkabátba, gumicsizmába, és ha már rászántuk erre a napra az energiát, akkor ha egész nap esett volna, azt mondták a gazdák, akkor is itt lettek volna. Végül meg kialakult az időjárás, úgyhogy végképp sikeresnek tartom ezt a mai napot. Én meg azt látom sikeresnek, hogy végigjártok a főzőversenyeket, ugye kettő is van, és több helyen azt mondták, hogy minden saját. Saját volt a birka, amit a bográsba került, meg a hozzávaló kellékek. Ez jellemző a jársági ember, hogy mindent megtermel magának? Hát szerintem újra jellemző. Tehát azért emlékszünk rá, hogy a rendszerváltás után volt egy önfenntartó gazdálkodás a jászságban főleg. Persze akkor még a cipészüzemektől kezdve a bútoripar, meg mindenféle háztáji jószágtartás a jászságban volt a leginkább híres. Aztán volt egy időszak, amikor ez a multikultúra úrrá lett a jászságon, és ma újra azt tapasztaljuk, hogy talán ha nem is... mondjuk az átlagos háztartásban a megélhetést jelenti egy-egy disznó vagy csirkeállománynak a felnevelése, az emberek ahhoz ragaszkodnak, hogy a miénket fogyasszuk. Tehát egy biztonságos élelmiszert fogyasztani, meg a saját terméknek annak megvan a maga varázsa, ez a miénk. A gazdanap délutánját különösen az idősebb korosztály örömére az Apostol együttes zárta. Szokásosan ezúttal is nagy sikerrel. Annyi biztos, hogyha egyszer kártya már a pépítek, nálam vasbetonból lesznek majd a Jolly Jokerek, hogyha bárki törne rá, de törjön össze az a vár, mert túlad már sopánkodni kár. Eddig tartott az Apáti Hírmondó ezen a héten, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat, illetve riportjainkat megtalálják a Jász Trió Televízió weboldalán a jttv.hu-n, ezzel az adásunkkal együtt. Egyébként kövessék Facebook oldalunkat, mert ott mindig találnak friss feltöltéseket, több mint 9000-en teszik már mindezt. Jövő héten fél év értékelünk Farkas Ferenc polgármester úrral, aztán az elmúlt fél év apáti történéseiből láthatnak pillanatokat. Azt követő héten pedig meg már friss adással érkezik a Jász Trió Televízió. Tehát köszönöm figyelmüket, jó nyarat, jó pihenést, viszontlátásra!